De az MASZ mérkőzés utáni sajtótájékoztatón köszöntöm a megjelenteket, Berényi Sándort, a hazaiak vezetőedzőjét. Kérdezem, hogy mi történt először is a harmadik negyedben? Ilyen tipikus újságíró kérdés nyerünk 20-valamennyivel, és mi történt a harmadik negyedben? Igen, egyébként nekem is nagyon nehéz nem elgondolni, de pont amivel beszéltünk ide fel, hogy mostanában azt kell csinálni, hogy egyszerűen nem mondunk fel elég sokáig. Azt gondolom, hogy túl kell lépni, utána a mélyiknél elég nagy sikerült újra szertenni. Az a fontos, hogy győztünk, az a fontos, hogy nem maradtunk csak nélkül, nincsen play-out, úgyhogy innentől kezdve a jövő heti játszvényen sikerül koncentrálnunk, ahol a 11. helyen a tét. Azt gondolom, hogy 8-2 az egy nagyon szép eredmény lenne. Én most csak ott van, szeretnék a játékosainknak, mert az első fél időt gyakorlatilag majd hibátlan volt. Úgyhogy gratulálok nekik, aztán pedig sok sikert a továbbiakhoz. Én is gratulálok a bennmaradáshoz. Garai Pétert, a vendégek vezetőedzőjét kérdezem. Ugye a mérkőzés előtt azt tudni lehetett, hogy 16 pontos győzelemnek lett volna értelme, úgymond, tehát akkor lehetett volna elkerülni a playoutot, de a playouton való pályaelőny szempontjából igazából egy pár pontos győzelem sem osztott, szorzott volna. Ennek ellenére azért nem úgy alakult a mérkőzés, hogy előzetesen eltervezte, jól sejtem? Hát meglepő lenne, azt mondanám, hogy így terveztettem. Tehát valóban először is gratulálok a Debrecennek a elsősorban a bennmaradáshoz, illetve a mai mérkőzéshez is. Azt hiszem, Debrecen megérdemli az NB1 csoportos kosárlabdát, tehát sokat tesz érte a város, sokat tesznek itt emberek érte, jó közösség van, van szurkoló, tehát örömteli, hogy ők le tudtak maradni cson nélkül. A mai mérkőzésről az elején nem kezdtünk rosszul, szerintem a 5.-6. percig úgy gondoltam még, hogy lehet egy kiki mérkőzés, majd utána 8-7, 8-8, 9-8-nál ott egy kicsit minket megzavartak, megzavart egy-két dolog minket, és rosszul reagáltuk le ezeket a dolgokat. Utána tényleg, amikor ilyenkor szokott lenni, tényleg gyönyörűen kiátszott helyzetekből üres dobó helyzeteket, mint bedobták a debreceniek. Annak örülök, hogy volt tartása a csapatnak, és ugye vissza tudtunk jönni, tehát hogy nem adjuk fel semmilyen szituációban a mérkőzés. Ez egy üzenet is, meg egy saját magunknak is egy üzenet, hogy ezt így kell csinálni. Nagyon örülök, hogy a fiataljaink komolyan hozzá tudtak rakni. Hát ez ma a két csapat között ez a különbség. Azt mondom, hogy ha nem is ennyire, de az, hogy a Debrecen győzelmét nem fenyegette a mai nap, a MAFC az 100%-osan biztos. Még egyszer gratulálok, és készülünk a sokra elleni play-out mérkőzésre, és igyekezni fogunk ott is, hogy megálljuk a helyünket. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok hozzá. Opre Rolandhoz, a hazaiak játékmesához fordulok. Először is gratulálok a teljesítményedhez. Hogy láttad belülről a mérkőzést? Hát ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de úgy érzem, hogy sikerült felkészülnünk rá. Voltak helyenként hullámvölgyek, de hát ez mindig előszokott jönni minden csapat életében, egy mérkőzésen belül is, de úgy érzem, hogy sikerült minden milyen helyzetből kilábalni, és holott helyenként tetszetős játékkal maradtunk mégis sima győzelmet. Köszönöm szépen, és gratulálok a bennmaradáshoz is. És Katona Bencihez fordulok, a vendégek játékosához. Ugye az utóbbi időben te is kaptál lehetőséget fiatalként a MAFC-ban. Jövő héten utaztok Sopronba, ahol gyakorlatilag a play-outban a pályaelőny lesz a tét. Hogy látod az esélyeket? Abszolút motiváltan érzem a csapatot. Héten fel fogunk készülni rá, hogy nyerni tudjunk Sopronba, és elhozzuk a pályaelőnyt, ami rendkívül fontos lesz számunkra a play-outban. Jó esélyeket. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok!